és még sokkal tehetne sorolni, akik akár az elmúlt egyébként az elmúlt években tették. Hisznek a továbbiakban felsorolom, de már említést tettem róla, vagy felsorolja ez a beszámoló, ez a defektorosség problémáit, akkor kikkel milyen jól működés valósítunk meg, de van az idő. Összeztük a város rendezvényen, a Karabon és a Kanon szervezetnek a rendezvényeit. Köszönjük Pagyarodalunknek, Nagy Péterünknek, akinek szintén elfogadtságban ilyen nem tudott itt lenni, de időt maga helyettek, az a kedves itt a mai napot rögzítik. Terület kapcsolatai közül kiemelkedőnek kell szólni, és ezt már említettem, ha a Karabon a lépének a 2000-et vezetőjével a kapcsolatokat. Sok oldalú segítségük. Létünk, működésünk nélkül összehetlen alapfeltétele, őszinte tiszteletem és állammal köszönjük. Sok évre visszatekintve. Akadellában a rendszeres résztvevői voltunk és vagyunk a honvédelem napjához kötődő Magdalai nyílt napoknak, májusban, a légvédelem napja és a légvédelem tisztek és nagytisztek találkozóinak, és védőszentjük Szent Borbálon ünnepének decemberben, ekkor van a tüzértiszté avatásnak a látványos szertartása is. Hányan különböző rendezvény részt veszünk, delegáljuk a meghívás alapján nőtagjainkat el a rendezvényre. Nagyon fontos szólni az elismerést a méltó kapcsolatról és a fegyelkentől megvalósul a megyei és a városi rendőrkapitányság vezetőivel és szervezeti munkatársaival. A BEOSZ és Hotosz tagszervezeteivel és ezen belül a BEOSZ Kuka-Donátor régió tagszervezeteivel, de mi is ennek tartozunk bele. A kisvegyeri napoleonhagyományőrző, a Győr-szigeti, a Mosó-Magyarországi napvédő, a Fertőszentmiklósi, és még lehetne sorolni, hogy mely társadalmat vannak a kapcsolatban. Csak úgy érdekességében említem meg, hogy Kismegyeren itt van jelen értőművel az ottani napoleonhagyományozó szervezet elnöke, tegnap kapta meg a 13-án Kustára felment levelünket, meghívókat. Most a Magyarországon tegnap ítél. Szolnok már megkapta. Csak úgy érdekesség éppen, hiszen nem találkozott, de az nem találkozott ennyi, azt mondja, hogy van a körülbe, és még megkapta egy ilyen körülbe. És itt említés lesz a beszámoló az osztrák kapcsolatról. De azért meg kell mondanom még, hogy az együttműködésünk és városunk közéletében van aktív részvételben bizonyított. 2010-től növekvő létszámban közel 20 fele vettünk részt az országosan is megvalósult idősek akadémiája és a nyugdíjas egyetem előadásokozaton, melynek elnézéséről a részvételő diplomát kaptak. Tisztelt köztülés, kedves vendégeim! A tervezett és elvégzett feladatok során a beszámoló terjedelmére és a hátrányedő napirendetre való tekintettel továbbra is nem részletezzel velem ki, hogy minden évben megemlékezzük állami és nemzet ünnepeiről, a társadalmi szervezeteink ünnepeiről, és évfordulókról önállóan érjük az érintettekkel közösen. Például a Dóriánkor és napja, most voltunk, emlékeztünk meg január 12-én, Hősök napja, ugye a május utolsó vasárnapja, vagy a BEOSZ napja, ez 2004 óta, február 24-én van. Az előző fejezetben említett indokok alapján szintén emlékeztetve említem meg az internet különböző honlapjain való szereplésünket, önálló honlap megnyitását tervezzük ebben az évben a bevezető elnök asszony már tett rá célzást. Hozzátegyem, hogy megkívélem benneteket tőlem, de szerepelünk a megyei napban, a HOKOSZ, a Magyar Honvéd, a HOSZ egység újságában, az őszidőben, illetve a nyugdíjas országos szervezetének tájékoztatójában a generáció kérdőjében is. A nőtagozatról már szóltam,
nagyon köszönjük, mert kialakították, mert létrehozták a férfinak volt, úgyhogy ezt köszönjük, és a jövőben is szeretnénk igényelni, hát hogyha a férfi társam egyet értenek vele, de jól esetünk szinte mindegyik módon. Részletünk a tisztetelmét és egészségügyi felmenő rendezvénye, de a Duna víze megmentése érdekében szervezett demonstráció, illetve vallása a célba. És még jó néhány Győri Színházban létre megvalósult rendezvényen. Fontos megemlíteni besmondóinkat, Kovács Mihály, Ugyavamán a rendőr alezredes, Betegési bácsi azért nincs itt, Marcsa György, aki mondta a verset, Ugyavamán a őrnagy, és Markó László Ugyavamán nem százalos őrnagy. Tőlem a idején, hogy is halljátok. Gyertek be! Gyertek be! Az nagyon leszeretettel rátok vártunk. Gyertek! Széken és Kondis Nemüles a tanszkája, mi kellett a megjelenni. Tehát ők rendezvényeinek tartalmasan tételén túl, dicséretre és elismerésre méltóan helyezéseket is elérve szerepeltek és szerepelnek a megyei, a városi panon, illetve Aragon Egyesület által meghirdetett szabadalomversenyeken, területi és országos szintekre is elindulva szerepelnek ezeken a versenyeken. Eredményeikhez, szerepléseinkhez ezúton is gratulálunk. Kérve őket, hogy 2016-ban is örvendeztessenek meg bennük a szerepléseinkkel. Az elmúlt négy évben csapataink változó eredményességgel vettek részt a Honvédség 60 csapatból álló tekeversenyén Győrben. Éppen az elnök együtt az elnökségében, Győrben, illetve Kírás szerint 2015-ben csapatunk harmadik helyezést ért el egy tapsolat. Köszönjük az idősebb világnapi rendezvénye megint csak nagy ugrásokkal. Elismerésekben is összesültek klubtagjaim, Kazinczy Ferenciekkel, Dr. Kovács Pál ezüst emlékérmét vehették át a Városházán. Az első világában úgy szenten elhúzgat tőle, csatlakoztunk városon a Centenárium és Emlékbizottsága rendezvényeihez, illetve a BEOSZ felkérésén részletünk megyék és a szomszédos területek hadisírjainak fenntárásában és a regisztrációjában terület nem is megoldott. Az első-második világháború áldozatára emlékezve, mindjárt még el. Vezető látogatáson 50-50 főben 2014. október 15-én film tartalmazva csúton és Kostiasszonyfán helyeztük el a kegyelet köszönjük mindkét emlékeket. Ezt folytatva 2015. június 23-án Sopron Bánfalvat katona temetőjét kereskedtünk, városunk emlékbizottsága pénzügyi támogatásával. Emlékező és tiszteletben katona hőseinek sírja és emléke előtt. Szabálytoblaton vettük részt 12 főben, 2015. június 28-án Horváth Zsidányban, melynek fő védnökei Dr. Ende Csaba, honvédelmi miniszter úrból, Bíró László tábori püspök úr és Harangozó Bertalan kormány megbízott urak voltak. A Peruska Mária kápolnánál tartott ünnepség után megtekintettük a helyszínen kiállítást. 2015-ben részt vettünk a BEOSZ 25. Lukosz 20. évfordulós ünnepségein. A BEOSZ 24. katona nemzedéki találkozójának, valamint a Regosz tavaszi küldött értekezletének és a Győri Szent László Balog rendezvényeinek. 2015. október 20-án tartottuk meg a tisztúító és szabályokat is módosító közgyűlést, tudjátok, nem mondom el. Befejezésünk. Próbáltam rövid lenni, de most már még rövidítem. A teljeség ügyének ellenfoglásától a munkások lehetőségét is veszekedjük.
segítenc. Én három dologhoz szólunk el. Elsőként említem, hogy a Honvédelmi Minisztérium és államtitkárunk, illetve vezetőnk elismeréseket, a beosztás okoz felismeréseit, de itt és most nem részletezem, hisz tudjátok, hogy a felterjesztettek mindig beszokták közni és megtartani, amit adtak. Másodikét említem a mindig által szervezett ülésének kiadulásokat, illetve a döntagozat által szervezett egyen, de egy évben négy adalmat a kiadulásokat. Csak 10-től kezdem, de csak ilyen 12-13, nem 10 mondanám, amikor őrség, 13, mégis csak megszólalt a nagy lábadilat, szarvas és mecserén, 14-ben szexárd és négy a Magyarország. Elmúlt éven a Duratlanokban voltunk Szentendre, Lácz, Eszterdor, és ahogy a film tartalmazta, hogy a másik partjában is megnéztük az Eszterdori Baszilikát, a Hátmeti Szlovágiában. Valamennyi kirándulásokat viszont meg kell mondani, hogy a behoz és okoz testvér klubjaink segítségével valósították meg, és ezt köszönjük. Illetve hát most ezt a szentendrei székhelyi helységünkkel az Artiszti Akadémia parancsnoka engedtek lehetővé, amit megköszöntünk kiásos formában is. Hozzáteszem, hogy nem csak mi voltunk kirándulni, hanem mi is fogadtuk a hozzánk következőket. Debrecentől, Majdkarcsáig, Szolnoktól, mint a Nyírségi, nem sorolunk fel. Végül harmadikét elvidom a pénzügyi helyzetünk átekintéstől. De most a 2015 év vonatkozásában, amit nem mondok el, mert újra hallanátok a pénzügyi ellenőrző bizottság elnökétől, de benne van a beszámolóban. Ugyanakkor e fejezetnél is azért meg kell mondani, köszönjük az alapban a védvédelmi rakétának a vezetésének azt a sok nagyon támogatást, melyet a klubunknak nyújtanak, beleértve ezt a mai napot is. Ha nekünk fizetni kellene egy terem bérleti díjat, mi a bérletszámlán, azt hiszem, hogy becsukolnánk az egészségnek. Úgyhogy nem csak egy kölcsi támogatásokat élvezzük, hanem az anyagiakat is. Enélkül ezen valami értelmet köszönjük és kérjük a jelenlévő parancsa helyettes úrnyitját, hogy ezt tegyék a jövőben is. Tisztelt közgyűlés, beszámoló és a 2016 évi mutatás megmutatás után alapszabályok, törvényekben és személyváltozásokban, egyes rendszerű átdolgozásokban, illetve a módosításában adódó változtatásra kerül. Beszámolom végére, illetve köszönöm a sóhajt egyetértőknek. Megköszönöm tagságunk elmúlt négy évi támogató bizalmát, aktivitását, esetenkénti jogi szándékú irányadát, vezetőség tagjainak odaadó, a közösségi készolgálat fáradhatatlan elismeretes munkáját. Megköszönöm minden klubunkat segítő támogató, klubunkkal együttműködő állam és társadalmi szervezet segítő szándékát, tevőleges megnyilvánulását és klubunk súlyának megfelelő elismerését és elfogadását. Kérem, hogy a beszámoló beleértve a tervjelentését és 2016. évi tervünket a módosított alapszabály vitassák meg, és javaslatetes esetén módosításokat fogadják el. Hozzászólásaikkal és bírálataikkal, véleményeik és javaslataik közlatásával segítség a klub és a most már megválasztott vezetőség újabb eredményeket felmutatni tudó, közmegelégedett és kiváltó munkáját. Köszönöm megtisztelő figyelmet!